Akkor sziasztok, üdvözletem minden a Gödöllő hévvégállomásról. És a mai témánk az a Gödöllő Veresegyház vonal lesz, ezt próbálom majd most bejárni biciklivel. Itt a Gödöllő, Szada és Veresegyház belterületén is most is létező közútakon megy, tehát bicikli sokat fog segíteni. És akkor ezt nézzétek el, Gödöllőnek a másik oldali vége, pontosabban az aszót felőli. Ott épül egy széles peron, és egy-két vágány már készen van, és az új horganyzott oszlopok is látszanak. Még érdekesség, ez a kis épület, ez szerintem ez egy őrhely lehetett régebben. És egyébként itt van az összekötés a hév vonallal is, tehát itt van egy összekötő vágány, ahol a MÁV és a hév vonal az össze van kapcsolva. És volt olyan terv is egyébként, azt nem tudja, az átépítés alatt ezt megvalósítják-e vagy sem, hogy a hév végállomása, az itt az összekötő vonalon bejönne a hév. Ott a régi felvételi épület melléd az első vágányra bejönne. Tehát ilyen terv is volt, hogy gyakorlatilag itt közös peronos átszállás lehetne a nagyvasútra, hogyha ez megvalósulna. Feltessük, hogy a Veresegyházi vonal az valahol itt lehetett, ott innen ágazott ki, csak már eltüntették ott a nyomait. Viszont még évekkel ezelőtt is így kihúzó vágányként, illetve egy a tüzépteletre bevezető iparvágányként elég sok megmaradt belőle. Egészen olyan palotakertig el lehet így menni. Ezt meg is fogjuk nézni, mindjárt úgy is arra kell menni. Hát igen, innen talán jobban látszik, hogy ez egy tipikusan úgy néz, mint egy váltókezelőhely. És akkor itt látszik a kiágazás. Máfép összekötő, és a másik volt a Veresegyházi. Az még egy dolabig itt a gazban megvan, hát amennyire lehet megpróbálom követni. Tehát, hogy látjátok, van ez a vágány itt a gazban, meg ez a másik, amit felújítottak. Tehát valószínűleg ez itt, van itt egy tüzép mellett egy PFT telep is. És szerintem annak a kiszolgálására ezt meghagyták. Itt javába zajlik az átépítés. A Veresegyházi vonal. Tüzéptelep, meg a PFT telep, és addig megvan. És itt még több felé is ágazik. Ezt nézzétek, eddig lehet elmenni, de ide vezet be a vágány, erre a telepre. Nem úgy tűnik, mintha gyakran használnák. És erről információm sincs, hogy milyen gyakran használják, de gyakrabban kideríteni. Szóval akkor megérkeztem ide, Gödöllő palotakert után, ahol a hév az elfordulott Budapest Szabadságtere felé. És itt van ez a vágány, ami lehet, hogy már a Veresegyházihoz tartott és egy kihúzó vágány volt, vagy lehet, hogy ez ment tovább, ebben nem vagy teljesen biztos, mert a sínek azok a térkép szerint, hogy arra mentek tovább. És ott van az a épület, ez egy őrhely lehetett, tehát szerintem itt is ilyen fedező vagyok. A Sorompó kezelő őrhely lehetett, ami a Veresegyházi vonalnak és a hévnek is kezelte az átjárója. Mert valószínűleg itt egy teljes sorompó lehetett régebben, de mondom, elég majd képeket kell megnézzek, mondom, fentről pontú csak. De az a baj, hogy azt mobiltelefonról nem lehet nézni. Az ottani böngészőben nem jön be, hanem csak számítógépen. Tehát ezt már csak otthon tudom megnézni. És egyébként még egy érdekesség, hogy a Gödöllői területek úgy tervezték, hogy aszódik. Tehát az aszódik és a volt tervezve, vagy a hévet kiépítik, tehát itt ment volna tovább egyenesen. És felüljárom kereszt ez ugyanilyen nagy vasutat. A töltés el is készült egy darabon, viszont befejezni már nem volt pénz, és akkor ezért van ez a meredek ívít, hogy behozták ide Gödöllői vasútállomásig. De a tervezet az volt, hogy aszódik, megy, ment volna a hév. Csak egy kis érdekesség, de akkor szerintem megyek is tovább, aztán keresem. Valahogy itt van még egy megmaradt felvételi épület, mert Gödöllőn belül is volt egy állomás. És akkor az említett őrhely szemből. Ez biztos, hogy lehet, hogy váltókezelő őrhely is volt, meg szerintem sorompó. Sorompó kezelő őrhely lehetett inkább. És egy vicces felirat itt a másik oldalon. Akkor mindjárt egy helyesbítés is meg kell ejtsek. Nem azon az utcán, amit mutattam, ment a vasút, hanem kettővel arrébb. És ez itt a régi állomás épület. Gödöllő Bessői út a neve. Hiszem, hogy állomás volt, egy megállóhely, ezt most hirtelen nem tudom, de én alig egy kilométerre vagyunk Gödöllőtől, szerintem ez inkább megállóhely lehetett, és a vasútvonal az valahol itt ment, előtte. És innen
jött valószínűleg, tehát ott most a tüzértelep van ott lehetett valahol, és egyébként talán valamennyire talán még látszik a töltés, ott a háttérnek, olyan kicsit jobban zoomolni, mert ott ennyi látszik belőle. Az a hévnek a töltése volt, az aszódik történő hosszabbítás, valameddig elkészült, tehát azóta már nyilván beépült a környék, meg ezt dózerolták, meg szántották ott a töltést, hát inkább dózerolták, hogy látszik, hogy nem szántóföld van, nem szántották, de valameddig annó kiépült a töltés, hát maximus már csak ennyi emlékeztet rá, hogy egykor aszódik akarták vinni a hévet. Kicsit nézzük meg alaposabban, hogy mit látunk. Itt van egy emléktábla, majd a képet bevágom róla. 100 éves a kismuki. És itt lehetett a pénztár. Egy kiadás, ott amarra meg a váróterem. A sinek pedig valahol itt mehettek ezen a környéken. Itt egyenesen megy követve ezt az utcát. És szerintem Gödöllőn belül már nem is lesz több épület, de azért megnézem mindjárt a térképet. És hát akkor mehetünk is tovább. Szevasztok, itt vagyunk Veresegyházon, és akkor folytatjuk a Gödöllő Veresegyházon a bejárását. Hát most Veresegyházról. Tegnap Gödöllődől kezdtem el, csak kaptam egy defektet Gödöllőn, úgyhogy vissza kellett fordulni, és akkor innen próbálom meg akkor Gödöllőig bejárni. Valahol ott a háttérben lehetett a kiágazás, szóval a térképen mindjárt megnéztem, ott valahol az átjáró környékén volt az, ahol így lekanyarodott jobb oldalra, és ment tovább szadafele. És még azt is megnézem majd, hogy van-e valami megmaradt emléke errefele. Nem biztos, hogy van, de azért ma nyitott szemmel járok, hátalom talag. Azt hiszem Szadán még megvan a vasútállomás épülete, de Veresegyházon már semmi. Igen, és még annyit, hogy itt van maga a felti épület, hogy Veresegyház és nem Veresegyháza. Nagyon sokan még a hangos bemondó Rákos rendezőn is most Veresegyházát mondott, de nem, ez Veresegyház. Ez egy villamosított, egyvágányos vasútvonal. És ahogy már mondtam az előző videóban is, hát dob benne lesz, úgyhogy elmondom inkább még egyszer, hogy a legelső villamosított vonalak egyike volt ez a Gödöllő-Veresegyházzal együtt. Már olyan 1900-as évek elején már villamosítva volt. Csak a második világháború után a visszavonuló szovjet csapatok tönkretették a felső vezetéket, mert túlmérettes rakománnyal, egy katonavonatokkal mentek, ami túlmérettes rakomány volt, és útba voltak az oszlopok, amiket egyszerűen kidöntöttek. A mostani 71-es vonalat meg változik, mert csak a 1990-es évek végén villamosították ismét. Aztán van, amikor 1998 környékén, de ebben még biztos. 1995-ben még biztos, hogy nem volt villamosítva, akkor még láttam videófelvételt, amikor itt még csörgőkkel jártak a vonatok, és nem voltak oszlopok se. Be is lőttem a térképen. Tehát térképen megnéztem, valahol itt van, és itt volt a kiágazás, és itt jött át a Gödöllői vonal. Ott lehetett még egy átjáró, és ott az út, az követi a nyomvonalat. Úgyhogy azt fogom én is követni. Valószínűleg itt is egyébként egy szakaszára bicikli út épült, ami nekünk egyébként most jó, mert könnyebb lesz bejárni. Próbálom a helyzetet mutatni, hogy pirossal van bejelölve a nyíl, kék pöttyű, az ott vagyok én, és itt már nincs út, tehát az egyetlen, amit lehet csinálni, hogy ezen az úton itt lejövök, elmegyek a főútra, és ott, amikor szadafele kanyarodik, itt, akkor onnan már megint tudom követni, mert itt nem lehet ezen a szakaszon. Elvileg ott van, hogy Rafföldi utcát jelöl, de errefele nincs út. Most itt vagyunk az erdőben, és itt azért némileg eltért a nyomvonal, legalábbis itt az erdei út, ami megy, ez nem egészen a nyomvonalon van, de csak így lehet követni. A nyomvonal az valahol arrébb van, és itt így egyenesen jött, és majd ott a kanyar után lehet visszamenni az eredeti nyomvonalra. És amit csak be lehetett jönni az erdőbe egy ilyen kis mellékúton, és ez is elég nehezen járható, hát gyalog még úgy, ahogy biciklivel már kicsit nehezebb. Az egykori vasútvonal az itt jött itt a földút helyén, és a túloldalt pedig, ez az erdei út, ez elkanyarodik tőle, viszont itt egyenesen ment. Ezt mindjárt a térképet is megmutatom nektek, csak hogy lássátok. Tehát itt vagyunk most mi, és a
Még ilyen szakadott vonallal jelzi azt az erdei utat is valameddig, ami elkönyörök a töltéstől, de egyébként itt is. Annál az útnál is hozóztam, de ott nem lehet már jobban követni a nanat. Tehát addig itt nem lehet majd kijönni, és akkor itt Szadán vagyunk már, kicsit talán még, és akkor ott a Vasút utca. Tehát valameddig az is követi, hát itt nyilván itt már beépült, meg itt is van egy lakóház, ahol ez jött, de itt ugye egy enyhe ív volt, és akkor itt visszamegy az utcára, tehát ott a Vasút utca vonalán már lehet követni. És egyébként az alsóösi vonalbejárást is többen kérdeztétek, hogy milyen applikációval csinálom, ez a OSM ad nevű applikáció. Egy ilyen offline GPS, vagy ilyen útvonaltervező program. És maga az adatbázis pedig az az elveszelsének Magyarországon oldalnak a berajzolt, OpenStreetMap alapú a dolog, és be van rajzolva rengeteg régi már felszámolt, vagy szünetelő vasútvonalnak a nyomvonala. És le lehet tölteni, hát legalábbis ilyen, ugye, admin jogom van az oldalhoz, tehát le tudom tölteni magát a térképet, így offline-ba, és aztán azt át lehet konvertálni különböző programokkal, ilyen KML vagy ilyen GPX formátumban, amit ez a program tud kezelni. És itt van az, ahol a vasút már Szada fele elkanyarodott, és akkor Szada Vasút utca, az lesz a következő. Most pont a vasút nyomvonalán állok. Innen egész jó kivehető, hogy merre ment a vasútvonal. És a Szadai állomás épület, ha jól tudom, még megvan, ezt meg fogom keresni. Nézzétek, nyomokban még egy-két követlő meg lehet itt találni. Ez még... Hát most ez nem merem biztosra mondani, hogy ez még a vasútvonalból származik, hogy ez az ágyazatkő, de lehet. Tehát ilyen bazalt kövekből szokott lenni az ágyazat is. És lehet, hogy a sineket meg a talfákat felszedték, de az ágyazatköveket nem. Mert az, vagy legalábbis nem sikerült maradéktalanul. Látjátok, eddig lehetett követni a vasútnyomvonalát. Volt benne egy ív, de jelesen ott a szemközti ház vonalában tért le ott a Vasút utcát. Tehát itt a nyomvonalra ráépült ez a ház. Azért az emberség követi, viszont a Vasút utca az ott van egyen alébb. Tehát már alatt fogunk tovább menni. Ezt nézzétek, itt van a régi Szadai vasútállomás. Látszik előtte a jellegzetes mávos betonkerítés is. És valószínűleg itt, ahol állok, itt voltak a vágányok. Ugyan itt is van már egy lakóház, viszont nem volt kerítés, úgyhogy sokáig nem tartózkodok már, nem tudom, hogy ez valószínűleg magánterület, úgyhogy csak óvatosan. Viszont itt az a régi elmes épületés, az eltér a szomszéd utcában, amit még jobban meg lehet közelíteni, ott is meg fogom látni. Látjátok, nekem ez így gyanús, hogy vasút épület volt. Szerintem valami melléképület lehetett a vasútállomás mellett. Na itt van a másik oldala a vasútállomásnak, és jobban megnézve a térképet, itt még lehet, hogy még itt volt a vágányok felőli oldala, és csak később ment át ott a mostani Vasút utcára, de valahol itt a két utca között ment a... És most ez a Szadai Borászati Egyesületnek a tulajdonában van, legalábbis az van kiírva. De így legalább rendben van tartva az állomás, meg elég szépen megcsinálták. Tehát feleljünk közben, már lassan Szada külterületén vagyunk, és egyébként itt a vasútvonal mellé épült egy műút is, ami elég forgalmas, ezzel végig lehetett jönni, és Szada alsó megállóhely az valahol itt lehetett. De a vasútállomások pontos szerint is már semmi nyoma nincsen, mert még a megszüntetés utáni években magánkézbe került az épület, később meg le is bontották. Tehát valahol itt volt, de pontosan nem lehet tudni. Viszont a sinek azok itt jöttek valahol az út helyén. A vasútvonal az arra ment tovább egyenesen, legalábbis a térkép szerint, bár a térkép az azt jelzi, hogy betonút van, ez pedig nem az, de tovább megyek egyenesen, aztán meglátom. Mert lehet, hogy a GPS rendetlenkedik megint. Igen, akkor jó felé jöttem, mert igen, itt van a focipálya, és ott egyenesen tovább jelezte a vonalat. Aztán majd szerintem az lesz, hogy előbb-utóbb el fog fogyni az út, és akkor nem lehet majd tovább követni, akkor vissza kell itt jönni, és akkor egy vele párhuzamos utcán lehet elmenni a Gödöllőig. Szerintek azért szerencsére van itt egy földút, amelyik jól követi a vasútnyomvonalát, és biciklivel is egész jól járható. És a másik biciklit hoztam szerencsére, amint tömörgumi van, úgyhogy defektől nem kell tartani. Csak hát ez meg normál bicikli, és ezért fizetni kell, hogyha vonaton hozom, azért volt jó a kis kemping. És nézzétek meg, hogy szerintem ez egy vasúti átedesz volt, tehát, és érte biztos, mert a sinek elmentek. És látjátok, hogy ez bizony a vasútnyomvonalán épült ez a földút, és egész jól követi. Ha szerencsém van Gödöllőig, itt el tudok menni. Nézzétek meg, hogy ez egy átedesz volt, tehát ez egy tipikus, itt még lehet, hogy ilyen vaskorlát is volt, bár a nyomát nem látom. Meg itt lassan már a tanyavilág is megszűnt. Úgyhogy mondom, az utolsó tanya az ott van. Tehát innen már abszolút el, szerintem az eredeti
kérdés. Ahogy a vasutat felszedték, és így maradt mellette a földút. De valószínűleg azóta se járt egy lélek se, vagy legalábbis nem olyan nagyon sűrű a forgalom itt. Hát éve pedig ma ott van az autópálya, tehát közeledünk a Döllőhöz. Itt valahol a pálya mellé kéne, hogy forduljon a térkép szerint. És ott még egy ilyen eskanyar van benne, és utána megy vagy a Gödöllő belterületére. És ott az eskanyar után van még egy régi megállóhely, aminek talán még az épületét is meg fogom találni. Mutassam, hogy eljöttem, és az út az itt ér véget valahol. És itt van egy ilyen Y kereszteződés. Megpróbálom megmutatni nektek. Lassan. Ez megy a pálya fele. Ez pedig ott tovább, viszont a vasútvonal meg arra ment tovább egyenesen. Itt is vezet ugyan valami út, egy ilyen nagy gazzal benőtt. Hát nem tudom, meddig lehet rajta menni. Megpróbálom, mert nem kell másokat menni. Tehát innen már nincs messze a főút, így pár száz méter, és onnastól meg már van út, újra legalábbis a térkép szerint. De ezt is mindjárt megmutatom nektek, várjatok csak egy kicsit. Most jelenleg itt vagyunk, és ezek a szaggatott vonalak jelzik a földutat. Itt is rez egyet, pont amerre a vasútvonal megy. Tehát még az is lehet, és egyik így kéne ennyire eljutni. Ez pedig már nem olyan sok, és ott már megint van út, ott van egy körforgalom, vagy mellette egy benzinkút. Tehát hogyha eddig megkockáztatom, és akkor hogy hátra eddig el tudok menni. Aztán nézzük csak, hogy lehetne ezt még. Tehát. És itt fordul egyébként a Gödöllő, és itt van egy állomási épület, ott a Galagonya utcának a sarkán. Ami elvileg még megvan. Látjátok, na sikerült a gazból kikeveredni, és innen már egész normális út van. A vasúton viszont valahol ott ment szerintem. Ott, ahol a susnyás megy, meg ezek a sárga izéggazok. Meg ott, ahol a villanyvezeték szerintem nagyjából azon a tájon ment a vasút. És nem hiszem, hogy érdemes bemászni a susnyásba. Mert úgyse találok semmit, ott már a töltés sincs meg, tehát talán egy-két szelvénykövet még ott lehetne nagyon a gazba találni, de kicsi rá az esély. Ezt nézzétek, a főúton is át tudtam jönni, és nagyjából ez emlékeztetett egy vasúti töltésre, új nagy vonalakban. Az viszont már a vasúton alatt követi az út, az biztos, tehát itt a villanyvezeték mellett ment. Ahogy ott is látszik, hogy szerintem ott a susnyásban volt a vasútvonal, földút meg itt ment mellette, viszont innen meg már lehet követni. Sen is. És ez már Gödöllő széle. Nézzétek meg a spotter biciklit is. Ez jól bírja a slopát. Tömölt gumi ezzel akármilyen azért susnyás területen lehet menni. Hemzseg a királydínyéktől, a lábamat már egy-kettő megszúrta. Mert persze én ugye megint azért papusba jöttem vonalat bejárni, de hát... Na, akkor értem, hogy nem kellett volna, amikor leszállt a biciklit és össze-vissza szurkált a királydínye. De hát ez van. Úgyhogy akkor most... Megyek tovább, és közben itt vagyok már Gödöllőnek a belterületén, és ez viszont egy tárgyi emléke a vasútnak, ez bizony egy áteresz. Itt valamilyen patak lehetett régebben, már az a kiszállat valószínű, hát illetve biztos a kiszállat, mert nincs benne egy csepp is se. De hogy itt ment a vasútvonal, ez biztos. Galagonya utca, Gödöllő, és itt jöttek a sinek, és valahol itt, lehet, hogy pont ez az egyébként, egy felső öreghegy megállóhely itt volt. És mindjárt közelebb is megnézem ezt az épületet. Nagyon gyanús, hogy ez vasúti volt. Nézzétek csak meg, ez biztos, hogy vasúti. Ez volt ott még a padlás feljárónak a... És ott van. Tolszeg régen volt egy létre is. Ez a felső öreghegyi állomás épület volt, ez már biztos. Innen nagyon látszik, és pont olyan, mint a képen. Pedig itt jött, látszik, itt jött a vasútvonal régebben. És... Itt egy ilyen ívvel, ott a, nagyjából ott, ahol az a ház van, itt egy ilyen kisugarú ívvel, hogyha jól láttam a térképen, kanyarodott rá a Braháné utcára, és itt ment tovább egyenesen a belváros fele, vagyis hát a város fele, a vasútállomás fele. Innen már egyszerű lesz követni. Nem csak így nyíl egyenesen ment tovább. Hát tévedtem, a kapu az még sincs nyitva, és látjátok, hogy orvosi rendelő és gyógyszertár van itt a régi állomás épületben. Hát sajnos bemenni most nem tudok, mert ma csak 12:30-ig volt rendelés, és most be is van zárva. Itt már minden ajtóablak. Itt van egy gyógyszertár, de az sincs nyitva. Úgyhogy ide most nem tudok bemenni, úgyhogy nem tudom megnézni közelebbről.
És egyébként mondom, hogy ez az utcafronti oldal volt, a vágányok a túloldalt voltak. Vagyis hát itt csak egy vágány volt, mert ez nem állomás volt, csak egy megállóhely, hogyha jól tudom. És akkor megtaláltam a másik megállóhely épületét is, Knézis Károly út. Meg hívják egyébként itt a Radnóti útnak a keresztezése, a Blaháné és a Radnóti út kereszteződésében van. És az érdekes, hogy vasútállomások.hu-n nem ilyen, nem így néz ki, mint a kép, hanem nagyjából eddig van meg az épület, tehát ez a toldás, ez nincs azon a képen, ami a vasútállomások.hu-n fenn van. Tehát ezt szerintem hasonló stílusban, de ezt utólag építették oda. Már jóval a bezárás előtt, amikor már ugye semmi vasúti funkciója nem volt. Innen talán jobban látszik, kevésbé ellenfényes. Hát nézzétek meg, így áll most. És mondom, az itteni oldalon lévő toldás, az a korábbi képeken nem volt benne. Ó, a legjobb kolyaszta is. És innestől kezdve már csak egy állomás épület van, amit már filmeztem tegnap. De meg fogom azt is nézni, úgyis arrafele kell menni. És látjátok, itt van az alsó öreghegyi állomás épület, amit már megmutattam tegnap. Vagy legalábbis a filmben benne van. Úgyhogy innestől kezdve már csak visszagudulok a végállomásra, szerintem nem fogok itt már filmezni többet. De még közelebbre megnézem. Egy kicsit közelebbre bemutatom ezt az épületet. Látszik, hogy vasúti funkcióban sem. Egyébként a vágányok azok itt voltak előtte, de látjátok, hogy fordulászat, dohánybolt, horgászbolt, van itt minden. Valószínűleg itt jött a vágány és itt ágazta ketté, de ez volt a vágányok felőli oldal, az biztos. Hát most látjátok, van benne dohánybolt, horgászbolt, fordulászat, meg amit akartok. Legalább hasznosították és az épület is megmaradt.